Jó napot kívánok, Kristóf Gábor vagyok. Elavult metrókocsik, öreg autóbuszok, sok van a régi zötyögő villamosok, trolik, kényelmetlen és ugyancsak muzeálisnak számító hívszerelvények, és csúcsidőben sok-sok dugó. A belvárosban megszinte lehetetlen parkolóhelyet találni napközben. Ez így mind együtt jellemzi a főváros közlekedését, a közösségi közlekedés és a parkolás is most egy kézben összpontosul a Budapesti Közlekedési Központban, és a MKK vezérgazgatója Vitézi Dávid a napvendégem a gazdasági rádióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Hadd tegyem hozzá hirtelen, hogy nem is irigylem. Kezdjük a mélyben. Folyik a csata a négyes metró és az új szerelvények közül. Én összeírkáltam, hogy körülbelül mi a történet, ezt nagyon gyorsan elmondom, jó? 5 éve kötött, ha bármit elrontok, szóljon közben. 5 éve kötött szerződést a főváros akkori vezetése az Astoma, ez egy francia cég, 65 milliárd forintért, 37 metrószerelményt vásárol a főváros, és a szerződés szerint 2008 májusától kellett volna szállítani a járműveket, legalábbis el kellett volna kezdeni a szállításukat. Az első kettő 8 hónapot késett, az Aztom szerint azért, mert késve kapták meg a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól az előzetes típus engedélyt, ők erre hivatkoztak. Mentességet kért a hatóságtól az Aztom a magyar szabványok alól. Mondták, hogy a kocsik fékrendszere megfelel az uniós szabályoknak, sok városban futnak az ő szerelvényeik, és ezt a felmentési kérelmet elutasította a hatóság. Tavaly februárban pedig az derült ki, hogy hogy a gyártó nem tudta beszerezni a végleges típus engedélyt. Ez eddig stimmel, ugye? Pontosan így volt. No akkor a BKV június végéig adott határidőt a beszerzése, már hogy tavaly június végéig. A fővárosi közgyűlés ultimátuma szerint fel kell bontani akkor a szerződést, ha június végéig, 2010. június 30-áig nem szerzi be az Alstom a végleges típusengedélyt. Ez egyébként a kettes metróra szánt új szerelményekről szól, de hát gondolom, hogy ugyanez a négyes metró szerelményekkel is a helyzet, nem? A fék ugyanazt a logikát követi, és e, e, ott még a típusengedélyeztetési eljárás ilyen szakaszba se jutott el, tehát az előzetes típus sem rendelkezett az aztom. Uh -huh. De a fővárosi közgyűlés akkori, még az előző önkormányzati ciklusban egyébként egy hangúan, tehát minden párt által támogatott döntése szerint ez nem, tehát a négyes metról is kiterjed a felmondás, önmagában az, hogy ott egy korábbi státuszban volt az alasztom, az nem számított. Azért nem számított, mert nem a típus meg nem szerzése volt a felmondás elsődleges indoka, hanem a több mint két éves késedelem. 2008. május 30-án mindkét vonal szerelvényeinek végleges típus kellett volna szereznie, és 2010 őszéig nem sikerült ezt egyik vonal esetében sem az alasztomnak megszereznie. Még talán annyit az ön által elmondottakhoz hozzátennék, hogy a a fékek esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak módja lett volna derogációt adni, hiszen a mai, mai magyar jogszabály megengedi azt, hogyha a biztonsági szint az egyenértékű, akkor a szabványtól eltérő megoldásra is adjon ki engedélyt a hatóság. Itt az volt a probléma a hatóság szerint, hogy az Alston nem tudta az bizonyítani, hogy a fék megoldás az teljesíti a magyar biztonsági elírásokat, plusz a hatóság szerint az Európai Unió szabályoknak sem felel meg az Alston fékje, az pedig, hogy ők hány szerelvényt a világ más pontjaira, teljesen érdek mert ilyen fék hierarchiával, ilyen fék-berendezéssel egyetlen más városba sem el. Tehát gyártottak nagyon klassz metrókat, vagy vasúti kocsikat, nem, vasúti kocsi az egy más tészta, metrókat, de ha nem ilyenek a fékek, akkor nem lehet összehasonlítani. Azt nem értem józan észsel, hogy hogy nem lehetett, vagy nem volt benne az eredeti szerződés. Ugye nyilván ez egy tendereztetett metróbeszerzés volt, a tender felbontása, értékelése után maradt az asztom, és ugye el tudom képzelni, hogy ül 6-8 műszaki szakember egy ilyen tárgyaláson, amikor az asztom azt mondja, hogy megmutatom, hogy mit csinálunk. Hát egyszerűen blindre nem fogadja el. Hogy lehet az, hogy akkor nem mondta azt valaki, hogy ez a fékrendszer nem jó? Vagy nem szabványos nálunk. A nemzeti közlekedési hatóság az előzetes típus engedély kiadását előzően felhívta erre írásban bizonyítható módon a figyelmét az alasztomnak, Tehát pontosan tudta azt minden résztvevő, hogy a fékkel problémák mm -hmm. vannak, és hogy ez nem felel meg a magyar előírásoknak ennek írásos nyoma van 2008-ból. Akkor meg az alasztomot nem értem, és hát nagyon jó lenne lehet, hogy erre egy kicsit vissza kellene majd alkalmasint térni. Esetleg úgy, hogy itt ül az alasztomtól valaki, és azt nem értem, hogy ha én egy tényleg ez egy jól ismert cég, jó nevű cég, még ezt is nyugodtan el lehet mondani, mi, minden a történtek dacára is, de az azt akkor hogy lehet az, hogy ezen a dolgon, ami nem tudom, hogy hány százalékát teheti ki az ürálfordításainak, ezen a dolgon spórolni akar, vagy egy új technikát akar vetni. Mi a lényege a fékrendszerüknek? Sok, nagyon sok az érthetetlen momentum ebben a szerződésben, és az egész teljesítése folyamán. Az asztom több alkalommal a szerződés megkötését követően tett arra a sikeres kísérletet, hogy lebutítsa, ha úgy tetszik, illetve rosszabbá tegye viszaki tartalmát a szerelvénynek nyilván az olcsóbb kivitelezést jelent. Ennek a legkézzelfoghatóbb jele az, hogy a belső átjáró folyosók belmagasságát 180 cm-ben alakították ki, miközben az eredeti tender szerint 2 méteres belmagasságot kellett volna biztosítani. Ez, miért Tehát, ez azt jelenti, hogy ez, az, ha kimegy egy kiállításra, az nem, nem, nem ez, a, ugye ez egy egyterű szerelvény, igen. de ugyanúgy kocsikból áll, tehát a kocsik közötti átjárók magasságáról van szó. Tehát ez azt jelenti, hogy egy 190 cm magas utas, én magam is 192 cm vagyok, el kell hajlítani a fejét, hogy át tudja menni, ez nem egy kényelmes megoldás. hanem elmegy egy kiállításra, egy vasúti szakkiállításra, azt fogja látni, hogy lehet 170, 180, 190 és 200 cm-es kereteket is venni, és az árai kicsit eltérnek, ahogy egyre bonyolultabb a technológia, egyre drágább, minél, nagy, magasabb, minél, jobb, minél nagyobb a belmagasság. Tehát egyszerűen egy olcsóbb technológiát építettek be, és ez, erre egyébként kaptak is felmentést a DKV-tól is, majd a hatóságtól is. Sok ilyen felmentést kértek, a fék volt az, amivel nem ment át a rendszer, hogy bátorította őket valaki előre, hogy az az árelőny, amit ezekkel a műszaki változásokkal elértek, az hol realizálódott a szerződés, ben biztos nem, mert, mert nem lett olcsóbb a szerelvény. Ezt én nem tudom megmondani, nagyon sok az érthetetlen elem, ami biztos, hogy, hogy a, a BKV ebben az ügyben, hogy tetszik, szemlélő fél. Az Alstom a szerződés tavaly összel történt felmondása óta nem indította újra a típus engedélyeztetési eljárást, nem intézkedett arra, hogy kijavítsa a szerelvényeket. De ők valószínűleg azért nem indítják újra, mert ezzel beismernék, hogy valami nem stimmel. Ezt csak kérdezem nyilván ilyen jogi megfontolások vannak a háttérben, és nyilvánvaló az is, hogy itt rég nem arról szól a dolog, hogy a fék átalakításának az egész projekthez képest elenyésző Ezt a költségét. Kérdező, tudható el, hogy mennyi az a pénz? Mondjuk százalékot. Az azt nem adott erre rá tehát pontosan nem tudjuk, de a szakértők szerint ez a a néhány, tehát 5%-a alatt van jóval, ez biztos a, a teljes szerződéses összegnek. Tehát itt uh, én nem akarok előre számokat mondani, mert fog a, tehát ez nyilván nagyon sokban a szubjektív elem, hogy egy szállító hogy már elkészült járművet mennyire épít át, uh, nyilván függ attól is, hogy milyen gyártási kapacitásai vannak, de az biztos, hogy ez egy jelenész tétel ahhoz képest, mint az egész szerződés. Itt nyilvánvalóan te e taktikai megfontolások vannak a háttérben, ami miatt nincsen megállapodás. És előttünk ugye két út van. Az egyik, hogy várunk az alszomra, várunk arra, hogy hajlandó legyen a hatóság elvárásait teljesíteni, és megállapodunk idejűleg, De ez a megállapodás ez nem jelentheti azt, hogy a korábbi egyébként büntetőjárás tárgyát képező szerződés, rendelkezéseit újra elfogadjuk, hiszen itt olyan szerződéses rendelkezések voltak, olyan szerződéses rendelkezések voltak a korábbi szerződésben, amik számunkra elfogadhatatlanok, és a másik út pedig, hogy új tendert írunk ki, és ezt pedig hagyjuk a bíróságra, hogy ezt a problémát nyilván nem rögtön, de a következő hónapokban, években kezelje, és bízhatunk okay. abban, hogy ebből jól jövünk. Térjünk vissza egy egészen picit még erre a bizonyos szerződésre. Ugye ennek volt egy olyan záradéka, hogy bizonyos esetekben az aztonnak nem kötelező jótálnia, nem, nem nincs kötelező felelőssége, és ebben a bizonyos záradékban az én híreim szerint, az én információim szerint benne van, hogy a fékrendszerre sem kell esetleges garanciát vállalnia. Nem ez lehet, hogy ez így nem jó megfogalmazás. Nem pontosan ez a helyzet. Egy nagyon szakatlan pont szerepel a szerződésben, ami az úgynevezett Viszmajor, tehát a feleken kívülálló rendkívüli események körében sorolja föl a földrengés, a járvány, az országos sztrájk, a forradalom mellett. Ez a teljesítés a, csúszása, a, ugye? Ez nem, vonatkozik. ez a szerződés ellehetetlenülésének a ja, Tehát ezen, ezen háború, földrengés, természeti ez katasztrófa érthető. mellett, amik minden szerződésben szokásosak, bekerült egy olyan pont, ami a típusengedély meg nem szerzése esetén is mentesíti a feleket a felelősség alól. A mi jogi álláspontunk az, hogy ez a szerződéses pont nem állt be, mert egy olyan kitétel van ott, hogy ez csak akkor áll be, hogyha minden tőle elvárhatót megtettek a felek egyébként a típusengedély megszerzés érdekében, és mi úgy gondoljuk, hogy az Alstom nem tett meg minden tőle telhetőt, mert ma Magyarországon egy strandon egy hoddogáros büfét nem lehet nyitni érintésvédelmi tanúsítvány és tűzvédelmi tanúsítvány nélkül, és az Alstom még ezeket sem volt képes benyújtani a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak. Tehát azt gondoljuk, hogy semmiképpen nem áll az meg, hogy itt ez a Viszmajor beállt volna, de ez egy rém veszélyes pont, egy rém veszélyes pont, hivatkoznak is rá nyilvánvalóan a bírósági eljárásokba, hiszen mentesítheti egy, egy, egy meg nem szerzett engedély esetén is a, a szállítót a felelőssége alól egy, egy, egy szerencsétlen esetben, ha egyébként minden más kötelezettségének eleget tesz. Mi ezért is mondjuk azt, hogy ezt nem lehet helyreállítani, mert nem kerülhet a város még egyszer ilyen helyzetbe, főleg úgy nem, hogy egy ilyen pontot úgy tettek be ebbe a szerződés, vagy emellett pedig szintén teljesen a piacon szokatlan módon a vételár 50%-át, mint egy 30 milliárd magyar forintnak megfelelő eurót, kifizettek előre mindenféle teljesítés nélkül az asztomnak. Tudja, mi jut eszembe, amikor valaki valamit csináltat otthon egy szerelővel, akkor azt mondja, hogy kéri, az bele fog kerülni, nem tudom én, 90 ezer forintba, akkor kér 50 ezeret anyagra. Nyilvánvaló nyilvánvalóan egy nagy nemzetközi cég esetében, vagy nagy cég esetében azért ez egy picikét furcsa lenne. Nem értem, és azt sem igazán értem, hogy ez a bizonyos pont, nem tudom, hogy derült-e már ki valami a rendőri nyomozásban, Na de ez a bizonyos pont hogy került bele. Ezt nem tudom ennek a hátterét én sem, de gondoljon bele abba itt a példánál hogy nem csak elkéri az 50 ezeret, hanem a szerződésbe egy olyan pont is belekerül, hogyha egyébként a, az ablakkeret, amit vállalt, az nem készült el, nem készített el a mesterember, akkor az 50 ezer forintot nem kell visszaadnia. Tehát innentől kezdve kezdődik az, hogy itt valóban büntetőjárásnak és nyomozásnak van helye. És még, egy dolgot hagy, vagy még két dolgot hozzá. Az egyik az az, hogy a ködbér követeléseink lehetőségét 10%-ban maximálta a szerződés, ami régen kimerült a késedelmek miatt. Tehát emiatt is egy olyan helyzetbe került 2010 őszére a város, és semmilyen eszköze nem maradt arra, hogy az alasztom a teljesítésre ösztökéje. Másrésztről pedig a korábban részben magyar bankok által biztosított visszavonhatatlan és feltétel nélküli bankgaranciákat, amik fedezték ezt az előleget, azt áttették francia bankokhoz, és ennek következtében történhetett meg az, hogy egy francia kereskedelmi bíróságon kötöttünk ki, amikor ezeket a bankgaranciákat le akartuk hívni és annak ellenére, hogy az Alstom több mint két évet késett, annak ellenére, hogy az 50% előleg ott volt náluk, annak ellenére, hogy nem kaptak típusengedélyt, és annak ellenére, hogy lehívtuk azonnal a bankgaranciákat, amire egy ilyen bankgarancia való, ez a erre való pont az ilyen esetre, ennek ellenére a francia bíróság nem engedte meg mind a mai napig, hogy ezeket a, ezt az előleget visszakapjuk, tehát mind a mai napig ez a közel 30 milliárd forint az Alstomnál van. Nekem talán megengedhető, hogy feltételezem, hogy itt valami olyasmi van a háttérben, amiről vagy még nem tudunk, vagy már kiderült, de még nem lehet róla beszélni, ezt csak kérdezem, inkább, hogyha van valami, akkor beszéljünk róla. Mi lehet a hátterében ennek az egésznek? Az Alstomnak józanészel felfogva semmiképpen nem érdeke, hogy a saját vállalati imidzsét rombolja. A fővárosnak az lenne az érdeke, hogy új kocsik legyenek, mondjuk a már működő kettes metrón, legyen meg a négyesre a, a, legyenek meg a szerelmények időre, mert ha nem, akkor eu támogatások is veszélybe kerülhetnek, ha jól tudom. Ez... Tehát tulajdonképpen nem lehet józanésszel felfogni, hogy mi ez az egész. Ez így van, az asztal viselkedése az már a telje, tehát, mióta mi ezzel foglalkozunk, teljesen érthetetlen és nem megoldásra törekvő. Én abszolút nem haragszom rájuk személyesen, de, de, a, de nem tudom megérteni, hogy mi motiválja a viselkedésüket. Én utaztam Franciaországban rengeteg Aston márkájú villamoson, Párizsban, Barcelonában, Aston metrókon, és ezek kiváló járművek. Ez nyilván a világ egyik legnagyobb járműgyártó cége. Hogy hogyan juthatott ideig a folyamat, az a, a, a mögött a, Számos olyan tényező van, amit amit ma józan észre felfogni nem lehet. Az biztos, hogy a papírok sok e, e, hibáról sok érthetetlen békávés lépésről is tanúskodnak, amelyek ma már az ügyességem vannak. E, hogy ezt a múltat sikerül -e feltárni és megérteni, hogy mi van ezeknek az érthetetlen lépéseknek a hátterében, mi összekeli arra az asztumot, hogy már. E, lényegében nem megoldást keres, hanem menekül a helyzetből, és, és támad, abszolút, Ez csak, ezt És csak végül, mit csinálják ezt Magyarországgal, megmondani. vagy tudunk másról is, ahol az Aztom más országról, vagy más szerződésről az Aztom hasonlóképpen viselkedik? Hát én a hírekből tudok erről tájékozódni, a, 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 a ilyen nemzetközi híradások szerint Varsóban még ennél is súlyosabb helyzet alakult ki, és ott e, kifejezett, e, a, tehát a büntetőeljárás eredményeként a Varsói Metró e, vezetői ellen e, különböző bűn, gazdasági bűncselekmények miatt indultak eljárások éppen azért, mert az asztometrok beszerzése kapcsán visszaélesek történtek, de nem ismerem az ügy részleteit, csak a, csak a sajtóhírekből tudok Erősen úgy érzem, hogy vissza kellene térnünk meg erre a témára úgy, hogy az Alston képviselőjével beszélgetni róla, hiszen lehet, és ez mindig benne van az ember fejében, újságíróként feltétlenül, hogy lehet, hogy van 15 olyan mondat, amit nem tudunk, és a 15, lehet, hogy sose fogjuk megtudni, de a 15 mondatból kiderül az, hogy tulajdonképpen a probléma ugyan probléma, de, de megvan a magyarázata. Ezt még magas hallotta, gondolom, ezt a 15 mondatot. A, a, ami számomra. Szá, nyilván plegyka ezernyi van ezzel a szerződéssel kapcsolatban. Mondjon egy párat, legyen szíves. Ne, hát ez nem az én dolgom, de, de ö, én azt gondolom, nyilvánvalóan ö, mindenki próbálja azt találgatni, ez nagyon sokszor találgatások, hogy mi állhat ennek az egésznek a hátterébe, hogy juthattunk idáig, hogy lehetett egy ilyen szerződést egyáltalán megkötni, hogy alszanak azóta azok, akik ezt megkötötték, és és, 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 hogyan engedhetett még egy ilyen szerződés után is a BKV számos alkalommal az elvárt feltételekből, ahogy ezt már ma említettem, és hogyan lehet az, hogy az Alstom úgy késhetett több mint két évet, hogy a fővárosi közgyűlés a lejárt véghatáridő után kettő évvel hozott először erről a kérdésről döntést, akkor is egy ellenzéki képviselő. Ez a következő kérdés. Akkor is egy ellenzéki képviselő a mai főpolgármester helyettes György István javaslatára. Ez felfoghatatlan és értetetlen, és valami nyilvánvalóan van ennek a hátterében, Bármilyen fővárosban sokszor lyukadtam ki abba, hogy egyszerűen csak a hozzá nem értéssel volt probléma a korábbi években, de itt azért ennél többről lehet szó, de nem, nem akarnék én találgatni, ez a dolga a nyomozó hatóságoknak, Jó. hogy ezt feltárják. Két mondat még erről az ügyről, hogy technikailag, gépészetileg javíthatók ezek a fékek, ez a fékrendszer? Tehát egészen egyszerűen meg lehet csinálni? Persze. Igen. Jó, szóval akkor ez rendben van. Hol van most az a két szerelmény, ami tesztelése érkezett? Mi van? A Zörsvezértere mellett a Fehér úti telepen vannak. Jelenleg van is vitánk abban az asztommal, hogy hogy miután a szerződés fel van mondva, a tárolásért vagy fizetnek, vagy el kell, hogy vigyék ezeket a szerelvényeket, hiszen a szerződéses partnereinkkel van együttműködési kötelezettségünk, akivel nem vagyunk szerződésben, az viszont nincs. De ez nyilvánvalóan egy részletkérdés. Ezek a szerelvények, ezek a kettes metro prototípus szerelvényei, ezek a fehér úti telepen vannak. A többi szerelvény, amit legyártottak, hiszen a kettes metró összes szerelvényét állítólag állítások szerint legyártották, annak ellenére, hogy a magyar jogszabályok szerint csak a végleges típus engedély, tehát a prototípus leengedélyeztetése után lehetne sorozatgyártást átvédeni, de benne. ezt a saját kockázatukra megtették, ezért is nehézkés ez az átépítés, mert nem egy kocsit kell átépíteni, hanem mind a 22 szerelményt, ha igaz az, hogy ezek megvannak, és ezek az ő állításuk szerint a Katowicei gyárban vannak jelenleg. No, akkor még annyit hadd kérdezzek, hogy ilyen sajtóhíreket lehetett olvasni, amik persze sohasem igazán biztos, és természetesen millió feltételezésre ad okot, de hogy, hogy az aztom, ugye arról beszél, hogy a magyar hatóságok tudatosan nem működtek együtt, a BKV és a magyar hatóságok az asztommal, és hogy egy független vasúti vizsgáló szervezet szerint ez a fékrendszer, ami a mostani metró szerelményeken van, ezek abszolút megfelelnek az uniós fék szabványoknak. Volt egyáltalán ilyen vizsgálat? Kért a magyar oldal, a magyar fél ilyen vizsgálatot? Rengeteg szakértői vizsgálat volt, tehát az NKH nem saját maga a hivatali szervezete döntött, hanem különböző szakértőket font be. Itt eh, nyilvánvalóan egy visszaki természetű vitája van a, a hatóságnak. A, és az Asztomnak, az Asztom be is perelte a Magyar Nemzetközi Közlekedési Hatóságot, tehát nyilván ez már a pernek szólnak ezek a sajtóire. Orosz metró beszerzés. Arról van szó, ugye, hogy valamikor a Nemzeti Fejlesztési Miniszter azt mondta a hírtévében, hogy találkozott az oroszországi miniszterelnök helyettessel, tárgyaltak metrókocsikról és a négyes metró beruházásról is akkor ez most nekünk nem nagyon jó, már mondta, most a nekünket, én most a fővárosnak gondolom, hogyha, hogyha ez így van, akkor azért ez beleszólhat, ez egy picikét tud gyengíti a pozíciót a fővárosnak. Nem? azt mondom, próbál ilyeneket kifordítani, de ezek teljesen valótlan feltételezések. Nézze, hogyha ha találkozik egymásra két állami vezető, akkor a legtöbb országban, Magyarországon ez szégyelni szokás, de a legtöbb, legyen egy francia vagy egy orosz állami vezetőről szó, a saját gazdaság és a saját cégei iránt lobbizik ott, ahol tud, és ha egy magyar állami vezetővel találkozik, akkor azokat a húzóiparágokat, amik egy adott országban jelen vannak, azt próbálja népszerűsíteni, lobbizik, felveti a lehetőséget. De ez nem azt jelenti, hogy bárki megállapodott volna bármilyen gyártóval, nem is lehet. Hát ilyet akkor csinálnánk, ha nem lennénk magunknál. És nem tartanánk be a törvényeket. Szó nincs ilyenről. Miért mondom ezt? Az Európai Unió fizeti ennek a négyes metró beruházásnak a legnagyobb részét. Ha az Európai Unió nem fizeti, akkor mi nem fogunk szerelvényeket venni a négyes metróra, nem lesz miből. Az Európai Unió pedig azt várja el, hogy egy teljesen transzparens, nyílt közbeszerzést folytassunk le, méghozzá úgy, hogy a magyar közbeszerzési törvény legtöbb előírását nem is lehet alkalmazni, mert csak a legszigorúbb eljárásrendet lehet alkalmazni. A legtöbb a magyar törvényekben egyébként megengedett és jogszabályszerű eljárás típust sem engedik alkalmazni, csak a legtranszparensebb, teljesen nyílt eljárásrendet. Az az rendet, az minden, uniós, minden uniós, minden uniós projektben, minden uniós projektbe. Tehát ö, lehet bármit kitalálni, hogy így van, úgy van, de irreális a dolog. Egy ilyen tenderen az nyer, aki az előre leírt feltételeknek a legjobban megfelel, és az pedig nyilvánvaló, hogy olyan tendert nem fog senki kiírni, és nem is engednék, tehát az, sem engedni az Unió, amin egy vagy egy gyártó tud megfelelni. Tehát ez egy teljes kacsa, ezek arra szolgálnak, ezeknek a kiforgatás, ezeknek a híreknek, hogy a bírósági eljárásokban egy áll érvelést kitaláljanak. Még egy mondatot szabad az asztó. Én ott voltam versailles amikor a, a, a bírósági tárgyalás zajlott, az aztom azt vágta a fejünkhöz, hogy Budapesten hónapokon óta sztrájk van, általános sztrájk, mert a BKV nem tud fizetést adni a dolgozóknak, olyan finanszírozási válságban van, és amiatt kell vissza az előleg az asztomtól, hogy pénzt adjunk a, a dolgozóknak, és véget érjen a sztrájk, és ez egy politikai nyomás, és emiatt döntött a hatóság úgy, ahogy a fékekről, mert itt olyan politikai helyzet van, hogy ez tarthatatlan. Tehát különböző híreket, szakszervezeti fenyegetéseket össze-vissza kavarnak, kevernek, és újságcikkek alapján áltörténeteket kreálnak. Ez egy bírósági taktikázás, semmi más. A nap vendége Vitézi Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérővel és a metrónál hagytuk abban, de azért még néhány apró metrós kérdés, jönnek-e a használt metrókocsik? Ugye 43 régi kocsit kivontak a 2-3-as vonalról, és azt mondja a főpolgármester, hogy még vagy 110 olyan kocsi fut, ami nem biztos, hogy futnia kellene. Ez pontosan így van. A metrókocsik helyzete nagyon nehéz. Ezeket a szovjet metrókocsikat 30 éves életkorra, tervezték, és a főpagármester úr többször elmondta, több mint 150 a metrokocsi van, ami ezt az életkort jócskán több mint öt évvel túlhaladta, Lát, és éppen is ezért eljött. így van, és éppen ezért az üzemeltetésük az kockázatos. Mit teszünk azért, hogy ezen változtassunk? Egy, Azonnali intézkedésként a legöregebb metrókocsikat kivonta a BKV a forgalomból, ez kisebb fennakadásokat csak a reggeli csúcsidőben, nem is fennakadásokat, nem ez a jó szó, kisebb szolgáltási színvonal romlást okoz, 15 másodperccel többet kell várni a metróra, zsúfossági probléma nem volt, és a reggeli csúcson kívül minden Figyelték más. Egyébként. Igen. És a reggeli csúcsidőn kívül minden más időszakban, amikor ritkábban jár a metró, akkor nem kellett ritkítani, tehát olyankor jár rendes menetrend szerint. Emellett elrendelte a fővárosi közgyűlés, hogy egy soron kívüli azonnali audit készüljön a 3 és metró és a 2-es metró szerelvényparkjának üzemeltetésére, az alkatrész forrásokra, a karbantartási mechanizmusokra, és egy külső szakavatott szem, még az se baj, ha nem is feltétlenül magyar, hiszen akkor nincsenek személyes ismerettségek, tényleg alaposan átnézi ezt az egész folyamatot. Um, és ez alapján fogjuk azt eldönteni, hogy a 35 és 40 év közötti metró szerelvények meddig és milyen feltételekkel üzemeltethetők tovább. Emellett szintén középtávú lépésként, ha úgy tetszik, azonnali feladatként, de középtávon lesz hatása. Elkezdte a főváros vizsgálni, hogy milyen használt rokocsikat lehet esetleg forgalomba Még itt nem tudok beszámolni eredményről. Ahogy a Pagármester úr említette, lényegében a közép európai blogban kell vizsgálódni, hiszen ilyen a budapesti alagutakban közlekedni képes szerelvények főleg itt vannak, de itt még döntés vagy olyan adott tárgyás. Az én tudomásom szerint. Azok szó, nincs. Szó, hogy az gyártmányúak szintén, vagy az Igen, szó, hogy... legnagyobb rész, legnagyobb rész. Mm -hmm. hát, Azért ez nem teljesen igaz ma már, mert Varsó, Ugye volt az ominózus Alston beszerzésük, aztán utána vettek vadonatúj orosz kocsikat néhány éve, de azok már nem olyanok pontosan, mint a miénk, illetve most éppen egy pár héttel ezelőtt hirdettek eredményt egy hatalmas metrotenderbe, Varsóba, ahol Siemens kocsikat vettek. Prága megkezdte a metró részben, egy teljes felújításon esett, tehát a metrójárműpark az öregeket már rég kidobták, és ott pedig Siemens szerelvényeket vásároltak az elmúlt években rendre. Bukarestben bombardier metrók vannak, de azok is moderni járművek nagy részt, és Moszkvában pedig 30 éves koruk után se a szerelvényeket, ott csak helyi orosz gyártmányú szerelvények vannak, de elég sok új, Ilyen állapotok, amik jelenleg Budapesten akadnak, ilyenek például ilyen vannak, de, de ez nem szomorítson el minket, hiszen ezen választatni szeretnénk, de az biztos, hogy az elmúlt városvezetés egész egyszerűen negligálta ezt a problémát. Nem csak ezt, a buszparkban ugyanez a helyzet. Rá fogunk uh, térni. Uh, még a metróhoz között egy mondatot mondok, hogy azon túl, hogy, hogy látjuk milyen rossz a helyzet, és azonnal intézkedéseket teszünk, egy Európai Uniós projektjavaslatot már benyújtott a Budapesti Közlekedési Központ, egyébként még a tűzeset előtt, tehát ezt azonnal megkezdtük látva a nehéz helyzetet október után. Ennek a lényege az, hogy a hármas metró teljes szerelvényserére uniós pénzt kérünk és, és a vonal felújítására. Ezt a, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rövid időn belül elbírálhatja. És lehet, hogy adna? Van indulhat. esélyre? Abszolút van esélyre. Mivel, hogy a tömeg, a közösségi közlekedés támogatja az unió. Támogatja az unió a városi közö, közösségi közlekedés fejlesztést különösen. Eddig az volt a baj, hogy több száz milliárd forint forrást képtelen volt a város és az ország lehívni, mert képtelenek voltak ö, olyan projekteket előkészíteni és menedzselni, amelyek, amelyek megfelelnek az unió elvárásainak, én most nem, tehát, hogy ne értse félre, nem a BKK-ra vagyok büszke, vagy dicsekedni szeretnék, hanem épp ellenkezőleg ez a normális, és így kell egy városnak működnie. De most, hogy a BKK létrejött, és összeraktunk egy olyan csapatot, aki tényleg látott már nagy projekteket, tudja, hogy hogyan kell megfelelni az európai uniós elvárásoknak, néhány hónap alatt éveket léptünk előre, és olyan projekteket, amik évek óta állnak, és nem tudnak előre mozdulni, például az 1-3-as villamosok fejlesztését, ki tudtuk mozdítani, ahol Pontról, és ezek megkaphatják a támogatást, elindulhatnak, új, új járműcsere programot indítottunk a villamos és trollibusz ágazatban, és igyekszünk megfelelni részben az uniós elvárásoknak, és tudjuk jól, hogy mik azok az elvek, amiknek meg kell felelni, a tömegközlekedés, fejlesztés, azon belül kötött pálya, környezetvédelmi szempontok, a forgalmi haszonelemzések megfelelősége, akadálymentesség, mik a kulcsszavak, tudjuk jól, hogy nem lehet projektekről beszélni, csak egy egységes stratégiáról is be kell ágyazni, és nem csak mutatni kell, hogy van ilyen gondolkodásunk, hanem tényleg az kell, hogy legyen egy egységes gondolkodás. És a Budapesti Közlekedési Központ, amit a főpolgármester úr programja alapján elkezdtünk létrehozni, az épp erről szól, hogy az azt üzenje kifelé is a világnak, mert persze ennek ez csak egy kis része, mert, mert itthon kell megszervezni a dolgainkat jól, meg a közlekedést, de üzenje azt kifelé is, hogy képesek vagyunk az egész közlekedésről egyben gondolkodni, és, és a projektek, a különböző közlekedési beruházások, azok egymást erősítik, és nem egymást hatásait kioltják. Mert eddig sokszor az történt, hogy az egyik kéz nem tudta mit csinálni a másik, össze-vissza a város szervezte a közlekedést, a egyik helyen közutat építettek, a másik helyen szűkítettek, egymással nem voltak ezek semmilyen összhangban, egyik helyen ugyanott a kerékpárút épült, a folytatásában meg plusz adtak át, és, és, teljes, teljes káosz uralkodott a közlekedés szervezésben, egy, egy tényleg hétfejű sárkány, de egyik sem volt elég erős, és már egyiknek sem volt lángja, ezt a budapesti közlekedést. Jó, Mi azért, azért, központosítjuk ezt, hogy az látszódjon az Európai Unió számára is, hogy van gazdája a közlekedésnek, és azt tudjuk jól, hogy minden minden összefügg, és egyben látjuk ezt az egész kérdést, és tudjuk jól, hogyha a környezetbarát közlekedési módokat fejlesztjük, akkor azt a rendszer szinten kell egyben látni, mert a metró projektek, a dugódi, a bérbicikli rendszer, a BKV napi problémái és az alasztóműgy ezek mind összefüggenek, mert mindegy egységes közlekedési stratégiába kell, hogy beleilleszkedjenek. És ez eddig ez a keret, hogyha úgy tetszik, ez hiányzott. Jó, hogy Nyilván ott azt akartam még közbe szúrni, hogy nyilvánvalóan érdekes lenne az előző városvezetésből valakivel, akinek a gazdája volt, ha volt egy gazdája egyáltalán, leülni és megkérdezni, hogy miért csinálták úgy, ahogy csinálták. Most tényleg Térjük... van, de megkérdezhetjük esetleg. <laughs> Jó, térjünk vissza egy kicsikét a villamosokra. Sok vonalon öreg szerelmények döcögnek, hullámzó sineken, tehát a pályák is eléggé gyengék. Én most így említem a 11-est meg a 17-est, amit úgy körülbelül ismerek, ahogy, ahogy egy pic, azokra nagyon ráférne a, a felújítás, az egyes villamos. Mi a helyzet, mi a, mik a tervek ezekkel? Tehát fussunk végig ezen a fonódó villamos, egyes, meghosszabbítás. Igen ugyanúgy, hogy a metrónál is ugye egyrésztről azonnal, mióta a BKK létrejött, tettünk azonnali intézkedéseket, és, egyből a hosszú távú dolgokat is elkezdtük előkészíteni. A városnak nagyon nagy problémája volt az elmúlt években, mindig próbált az egyik napról a másikról túlélés jegyében megoldani a gondokat, de képtelen volt erőre látni és projekteket előkészíteni, amik hosszú évek alatt érnek be. Uh, mit tettünk tehát? Egyrésztről a BKV idén több beruházási támogatást kap, mint valaha, uh, illetve azt nem mondom, hogy valaha, mert a 70 es években lehet, hogy többet kapott, bár nominálisan nem valószínű, de amit az elmúlt 20 évben bármikor az biztos, és ennek jegyében 11 milliárd forintot kap, és ebből több jut villamospálya felújításra, mint az elmúlt években bármikor. Mennyi hát, lenne a 11 ahhoz képest, képest, hát olyan 25 körülbelül. Évente. És a, ami még fontos, hogy ebből felújításra is jutni fog, mert elvég nem jutott volna a korábbi tervek szerint. Ebből számos villamospálya, több mint 10 kilométernyi villamospálya megújulhat, és több helyen a legkritikusabb szakaszokon tudunk javítani. Ebbe az egyes villamos éppen nincs benne, azért nincs benne, mert az egyes Villamos egy uniós nagy projektünk van, erről a kormány másfél héttel ezelőtt döntött, ez az 1-3-as villamosok fejlesztés, ez egy 35 milliárd forintnál is picit nagyobb beruházás. Ennek a része több mint 20 km villamospálya felújítása az egyes vonalán végig a, a az Bécsi út, Vörösvári úttól, az Árpád hídon át a Puskás Ferenc stadionig, a hármas vonalán pedig, ami ugye a másik körgyűrű egyel kiebb -e, a Nagy Lajos király útján, ott szinte végig. Nagyon sok rossz állapotú szakasza van a hármasnak kőbányán, az Körösi Csoma Sándor úton, Fehér úton. Ez nem csak egyszerű pályafelújítás lesz, hanem megemeljük a peronokat, úgy, mint a Nagy Körúton, hogy alacsony padlós villamosokban majd színbe lehessen beszállni. Lesz alacsony Füves... padlós Igen, a mindjárt mondom ezt is. Igen, füvesvágányokat létesítünk a lakott területeken, emellett az egyes villamos átvisszük új a, ma még ládnyosi nem sokára rákóczi hídon és eléri a Fehérvári út, Etele út csomópontját, a lakótelepizónát, a délbudai villamosokat. Ezt a fejlesztést ezt sok éve tervezték, de nem tudták megoldani a hiányzó problém, a megoldatlan problémáit, adminisztrációs és egyéb gondjait. Ezeket a BKK kézbe vette az elmúlt hónapokban, is így a kormány megadta a támogatását, és az Európai Unió minősítő szervezetétől épp meg kaptuk meg a, a, projektnek az átvilágítási eredményeinek az első tervezetét, és ez nagyon pozitív, és kifejezetten ezt szeretném kihangsúlyozni. Kifejezetten hozzáteszi, hogy a BKK, mint egy új intézmény modell Budapesten, amit az előbb elmondtam, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ez a projekt elfogadható legyen, mert biztosítja azt, hogy a város képes is lesz, képes is lesz megvalósítani ezt a projektet, és nem fogja úgy végezni, mint sok más budapesti beruházás a múltban. Tehát biztatnak. E, így, így van, és nagy a bizalom, aminek meg is kell felelnünk, ez nem lesz kis kihívás. Emellett a budai fonódó projektet úgy néz ki, hogy a politikai csatákból sikerül a szakmai mezőbe terelni, most ezzel a második előtti önkormányzattal vívott csatából nem is Idéznék fel részleteket, inkább legyen ez már a múlté. E, azt tudom mondani, hogy az, a, itt a vita lényege az volt, hogy a bemrakparti villamos szakasz a Batanyi és a Margitit között megvalósulhat-e, és az a válasz, hogy igen, ez benne maradt az uniós beruházásban. Átalakítjuk a projektet. Két szakasz. Két szakasza lesz, két üteme. Az első szakasz az a 17-es villamos felújítása, ezt a kérésünkre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség bevette a projektbe, tehát amit ön kérdezett erre, ez válasz. E, emellett a török út, tehát a Margitit Budai hídfejétől, a Lukácsfürdőtől kivinni a, a ki, a Margit körútra, 4-es hatos vonalán, hogy eléri a Szélkálmán teret, a projektnek része a Szélkálmán tér, volt Moszkva tér rendezése, majd a villamos folytatja az útját a déli pályaudvar, Alkotás utca, Villányi útvonalon út a körtére, és így összekötjük Budonak csomópontjait, a Bak vagy a Csörsz utcától, le lehet majd jutni a Kolosi térre átszállás nélkül, majd ez két átszállás. A másikág, a második ütem, az pedig a Batyányi tér, erre ma végződő 19-es és 41-es villamosok meghosszabbítását jelenti a Margit híd Budai hídfőjéig, ott a Dunaparton mint egy budai kettes villamos, és utána ezek a vonalak bekötnek szintén a Bécsi út, vagy a, igen, a 17-es, tehát a Bécsi úti villamosvonalba, és ezek is el tudnak menni a Bécsi út Vörösvári út csomópontjáig. Tehát ezen az ágon is végig lesz Buda villamossal. És akkor vannak még ennek a beruházásnak további későbbi ütemei, amiket pedig előkészítés alatt tartunk. Ez körülbelül mikorra valósulhat meg, amit most elmondott? Ez jövőre ez indul kb. az első ütemmel, a Szélkálmántéri ággal és a Bemrakparti Parti az reménye. Egyszerre kötünk rájuk támogatási szerződést, ez feltétele volt a fővárosnak a BKK fogja ezeket megvalósítani, és szerintem 2013-ban tud felzárkózni a bemragpartiág. És emellett további ütemeken dolgozunk, egyrészt a műegyetemragparti villamoson, ami az infoparkot, majd aztán a, a Kapaszigát térségét elérheti, másik oldalról pedig a az NFI-től kaptunk arra támogatást, hogy folytassuk a külső Bécsi úti villamos előkészítését, terveztetését, hogy a 17-es és az 1-es, hogy most mind a kettő, vagy valamelyik, ez még a vizsgálatok eredményétől függ az utasforgalom előrejelzésektől, folytathassa az útját az Óbudai temető felé a Bécsi úton, is elérje a városhatárt, ahol pedig városhatáron egyrészt van egy nagy lakóterület is, de ez emellett ez elérheti az Esztergomi vasútvonalat, elérheti a 10-es út bevezető szakaszát, és egy olyan intermodális csomópont létrejöhet, ott vasút van, villamos lesz és ott, ott, ugye ott van a, a tízes út bevezető szakasza, ott fordul majd el az út egyszer az Akvinkumi híd felé, ha az lesz, és egy olyan csomópont jöhet létre, hogy tényleg a városhatáron az agglomerációs forgalmat meg lehet fogni villamossal, vonattal. Tehát a budai fonodó mostani üteme az egy első lépés egy nagy budai villamoshálózati fejlesztés előtt, és emellett több más villamos projektet tervezünk. Van még egy projektünk a 42-es villamos fejlesztése, ez ma a határúti metroállomástól indul az Adi Endre úton halad kifelé, nem egy nagy forgalmú villamosvonal, hiszen a Lajos Mizsai vasút előtt véget ér, nem megy át a vasút másik felére. Mi át szeretnénk vinni, és ha át tudjuk vinni, akkor ott egy nagy lakótelepet találunk, a Havanna lakótelepet, aminek így lenne villamosos metró A ma zsúfolt buszokon, a dugóban állnak ezek a buszok, haladnak az emberek a metróhoz, ez nem igazán egy jó megoldás utána pedig a Gloriát lakótelepet is elérni a villamos, ezáltal a Dél pest két nagyon fontos lakótelepi lakózónájából, kertvárosi zónáit is elérve, tudnánk egy fontos villamos kapcsolatot létesíteni, és a mai 42-es pályát felújítani. Ez a beruházás most már engedélyezési terv. De rövidesen kezdjük az engedélyeztetési eljárását. Hú, hát ezt nagyon gyorsan elsorolta. Én még biztos belekérdeztem volna ebbe is, de innen kezdve csak azt szeretném kérdezni, hogy agglomeráció és városi közlekedés. Nagyon jó lenne, hogyha a parkolás, ugye ez is a, az önasztala tulajdonképpen most már, hogyha megoldható lenne az, ami jelenleg abszolút nem megoldott, hogy olyan p plusz R parkolók épüljenek sok felé, hogy ne kelljen vagy ne legyen érdemes autóval bemenni a városba. Ma az a helyzet, és ettől azért azt hiszem, hogy én egy kicsit, nem hogy én, ettől tartanak az emberek, hogy ott hagyják az autót valahol, mert nem biztos, hogy úgy találják, ahogy ott hagyták. Ha egyáltalán ma hol. A másik, a, az egységesített parkolási rendszer, ami szintén terv, miért nem menjek be a belvárosba akkor, hogyha a belvárostól távolabb is fizetnem kell a parkolásért. No, ha biztos valamivel olcsóbb. De, <coughs> bocsánat, de hogyha ott hagyom az autót mondjuk a rakparton, ahol eddig nem kellett fizetni, most pedig kell. Akkor és fizetnem kell, akkor már miért nem menjek be? Tehát azt a fajta elvet, hogy tehermentesítse a belvárost az autóforgalomtól, akár a majdani dugódi, akár a mostani emelt parkolási díj, ezt nem látom, hogy hogy lehet elérni. Um, igen, parkolás ügyében néhány alapelvet érdemes tanulni. Egyrésztről a, a mi alapcélunk az, hogy olyan tömegközlekedési kiszolgálás legyen, hogy aki, aki elfből nem ellenzi azt, hogy tömegközlekedésre szálljon, tehát elvileg egy P szert használ, az, az már az utazások kezdetétől lehetőleg, ez nem mindenhol lehetséges, én ezt tudom, de lehetőleg a tömegközlekedést használja, Ez alapelként fontos rögzíteni. Vannak, és lesznek mindig olyan kertvárosi zónák, amiket értelmesen kellő színvonalú tömegközlekedéssel kiszolgálni nem lehet, főleg, ha a városon kívül vannak, tehát elképzelhető az, hogy P tehát valaki nem tud, még ha szeretné is máshol, mint csak autóval menni vagy el kell még vinni a gyermeket iskolába, tehát lehet ezernyi oka. A P pluszer parkolók erre megoldást jelentenek, ezekből ma nincs elég, építjük őket sok helyütt, 17. kerületben, 22. kerületben adtunk át ilyeneket nemrég, a nemzeti infrastruktúra fejlesztővel együttműködve az elővárosi vasútvonalak mentén fognak létesülni P pluszer parkok. Tehát vannak folyamatban ilyen beruházások, de azt látni kell, hogy P pluszer az akkor P pluszer, hogyha nem csak P, hanem R is, tehát van mellette mire átszállni. Ez van. pedig azt kell, hogy a gyorsvasúti hálózatunk az kiépültebb legyen a mai nál, A BKK, ez volt is hír az elmúlt hetekben, olyan előkészítési projekteket így nyújtott be, és nem azt mondja, hogy ez az azonnali megoldás, mert annak sok-sok egyéb feladata van, csak mindig érdemes kitekintenünk több évre előre, olyan előkészítési projekteket nyújtott be, ami épp azt szolgálja, hogy olyan fejlesztések tervezésére kapjunk pénzt, ami 2014 és 2020 között a következő 7 éves uniós ciklusban képesek lehetnek az uniós pénzeket lehívni. Lesz megint több száz milliárd uniós forrás, 2014. január 1-én viszont megint ott fog állni az ország előkészített projektek nélkül, indítható beruházások nélkül, hogyha nem kezdjük el ezeket most előkészíteni. Erről szólnak ezek, és ilyenek között van például a kettes metró és a gödölőhéjé összekötése. Gondoljon bele, hogyha a, a a Kistarsai Kórháznál, a Nagy Áruház mellett, ha ott létesülne egy nagy P pluszer parkoló az m 0 az egész keletpesti agglomerációból oda lehetne menni autóval, hogy több ezer férőhelyes P pluszer elférne, és akkor ott nem egy döcögő, az őrsvezértelen véget érő gödöllői hévre, hanem a kettes metró lehet és 20 perc alatt de Ilyen fejlesztéseken dolgozunk, nem csak itt több helyütt virágpiaci 4-es metró, 5-ös metró első üteme, ami ugye a déli, a csepeli és hév hévvonalak meghosszabbítás az asztóriáig. Ezek erről szólnak, és szólnak persze arról is, hogy mindegyik ilyen beruházásnál ott van azért a fejünkben az is, hogy csak ilyen fejlesztésekkel lehet pénzt szerezni arra, hogy a BKV hatalmas belső adósodottságát, beruházási hiányait ledolgozzuk, mert a gödölői hévet, a csepeli, a rázkevei hévet meg kell újítani, a pályájuk elavult, a szerelvényeik 40 év De szépen, hogy a Szentendreit is. Igen, azt mondjuk fel volt újítva csak a szerelvényeik. A, pálya a szerelvénye. Igen, Ezeknek a szerevényt akkor tudjuk lecserélni és ezekre pénzt szerezni, hogyha ha ezek egy valamilyen stratégiába beágyazott programokkal bírnak. Ezek hosszú évekig tartanak ezek a munkák, de ha azt szeretnénk, hogy 2014-re változom valami, azon most kell dolgozni, és ez a város ezt nem tanulta meg, hogy bizony a munkát be kell fektetni, és akkor fog megtérülni. A négyes metró esetében sok sok hibája van, de ott legalább ugye sok év előkészítés után indult ez el a maga rengeteg hibájával, amiről egy műsort meg lehetne tölteni, de utána minden leállt, és azóta lényegében a város azzal nem foglalkozott ilyen nagy teket előkészítsen, már pedig mindig gondolkodni kell azon, hogy mi lesz a következő, sőt, mi lesz a következő utáni nagy beruházásunk, és lehet, hogy még nem látjuk a finanszírozást, lehet, hogy még az Európai Unió nem döntötte el azt, hogy pontosan mennyi pénzt fogadni adni tömegközlekedésre, valamennyit biztos fog a csatlakozott országoknak de 2014 után, de legyen, tudjuk, hogy mit, mi az, amit akkor csinálnánk, ha lenne pénz, mert majd, ha lesz, akkor meg azért nem fogjuk csinálni, mert nincsenek tervek. Egy, a parkolási díjakhoz pedig még annyit hagyj a kérdésére, hogy a parkolási díj egy forgalomszabályozási eszköz ennek az a lényege, hogy mindig legyen szabad parkolóhely, és ha valaki a belvárosba elmegy, mérgelődik, hogy drága a parkolás, de most már talál parkolóhelyet, nem kell körözni nagyon hosszú, az ötödik kerületben lehet ma már az utcán parkolni, mert olyan magas a díj, hogy, hogy mindig van üres hely. Ez lehet, hogy igazságtalanul hangzik, lehet, hogy hogy nem vált ki szimpátiát sokszor, de, de volt Rómában kísérlet arra, hogy megszüntették a fizetőparkolást, és mindenki sokkal mérgesebb volt, mert nem talált helyet. Mert ha valami ingyen van, vagy nagyon olcsó, ott hagyják az autót azok is, akik egyébként megtehetnék, hogy ne hagyják ott, levigyék a mégarásba, csinálnak vele valami, de be se hozzák a városba, de ha túl olcsó a parkolás, akkor foglalják az egyébként értékes közterületet. És egyébként azt is sajtítjam hozzá, hogy a legtermészetesebb dolgon el, dolog az, hogy elvárjuk azt a városvezetőktől, hogyha egy hoddogos bódénak kiadják a közterületet, akkor kérjenek közterületfoglalási díjat. De ugyanakkor meg a legtermészetesebb az, hogy a város legértékesebb belvárosi közterületein mindenki tárolhassa az autóját. Bocsánat, é, itt, itt én... hadd mondjak ellent, itt tudnék nekem, de lehet, hogy ez túl demagóg, amit most mondok. Én viszont úgy érzem, hogy ebben van valami hogy ugye ezek az utak annak idején, amikor megépültek, akkor abból a pénzből épültek, amit az emberek vagy adóba fizettek, de lehet, hogy még régebben, amikor nem volt személyi jövedelem adó például, de akkor meg kevesebb volt a fizetésük. Tehát azt gondolom, hogy mivel a parkolásért tulajdonképpen szolgáltatást nem kapok, csíkokat festenek fel, és legyek szíves fizetni. Itt nekem egy viccen ez az egész dolog egy kicsikét. Szóval én, ez én az ezt nem osztom. Egyrészt azért nem osztom, mert, mert nem, tehát nem lenne szabad parkolóhely, hogyha ingyen lenne egyrészt, mert ezt, ezt a típusú szolgáltatás szerepét sem töltené be. Tehát, ha úgy tetszik, ez is egy szolgáltatás, mert ez nyilván hogy mondjam, kicsit önmagáért szól. Másrészt én ezt nem osztom. Tehát azt gondolom, hogy a közterületnek az egyik leg... Most belvárosom, hogy Apácai Csere utcáról beszélünk. a, a, a közterület abból még kevesebb van ezeken a belső területeken, és most ezzel így elé minden nap szembesülök, mert ha valami ebbe a BKK-ban jó, még azon túl, amit az előbb elmondtam, az az, hogy végre együtt látjuk az egész budapesti közlekedést. Amikor arról beszélünk, hogy a, meg kell újítani valamelyik belvárosi út, útszakaszt egyszerre tudja, hogy hányan jelentkeznek azért a közterületére. Azt mondják sokan, hogy jobb lenne szélesebb gyalogos zóna, járda, hogy lehessen sétálni, még lehessen kívülős helyeket is csinálni. Azt mondják, hogy a belvárosban több zöld fölött kéne, mint teljesen igaza van mindenkinek, aki ezt mondja, és legyen több fa, legyen erre a hely. Azt mondják, és ez is egy jogos igény, lehessen kerékpározni a belvárosban, mert ma nem lehet, legyen egy kerékpársáv meg lehessen állni, mert a kiskereskedelem akkor fog éledezni, hogyha lesz parkolóhely. Legyen annyi sáv, hogy az autók el tudjanak menni, legyen koncentrált rakodóhely, hogy a kiskereskedelem működjön és ki tudják pakolni az árut, legyen buszsáv, vagy tömegközlekedési sáv, vagy villamospálya, legyen elég széles peron, hogy azért az emberek elférjenek, ne legyen balesetveszélyes, és, és végre lehet látni, hogy milyen ellentétek feszülnek ebbe, is. és, ha valami még a pénznél is szűkesebb ebben a rendszerben, az a közterület. Itt kell abba hagynunk, mert hogy vége az időnknek, lejártam a idő. Vitézi Dávid a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója volt a vendégünk, a nap vendége ma. Rengeteg kérdésre vissza lehetne még térni, és nagyon remélem, hogy lesz is alkalom arra, hogy beszéljünk még. Köszönöm szépen, hogy itt volt.